Köszöntök itt újra mindenkit, szerbusztok! Visszatértünk ismételten egy jó kis fazmos streammel. Most csak ketten leszünk Petivel, Owennal. Ő is streameli, ő YouTube-on tolja. Mind a kettőnek majd lehet klippelni a megjegyzéseit. Vagy esetleg a rohamait. Péterrel, igen, Péterrel. Nem Petivel, Péterrel. Péterrel, jaj de jó. Oké, szóval az a helyzet, hogy szerbusz polcsú. Az a helyzet, hogy vége lett a karácsonyi eventnek. A tegnapi nap, ráadásul. Ez, tudjátok mit jelent? Hogy lecsúsztunk a karácsonyi trófeáról. És ez miért rendkívül triggered vagyok, mert megvan a halloweeni trófeánk, de a karácsonyi trófeához már csak egyetlen egy szint kellett. És ez pont tegnap lett vége. És a Petivel már 2 hete próbálom összehozni ezt a retkesztrímet, de mindig eltolja. Úgyhogy enyhén triggered vagyok rá, mert hogyha Péter jött volna velem hamarabb, akkor most nem kéne egy teljes évet várnom ezért a trófáért, de ezt ne tudja meg, jó, ezt nem mondjátok el neki. Nem, mondjuk elmondtam már neki. Felcsasztem magamat, úgyhogy triggered leszek ma egész nap, nem baj. Várunk egy teljes évet. Aha! Kérek szavazást, hogy én is jöjjek, köszi. Úgyhogy ja, megkérdezem a Petit is, jó? Hogy neki mi a véleménye erről az egész kialakult szituációról. Na, itt van már, itt van. Hogy ne lennem? Egyszerűen besibbadó. Hát szerbusz. Ez az végre. Pont hát most itt mondtam. Vagyok. Bár pont most mondtam a kedves nézőknek, hogy annyira várom már, hogy halljam a hangodat. Még elsikeztük a színet, de nekem már volt 2 rohamom, úgyhogy ez nem lesz így jó erre a napra. Mi? Már 2 rohamom? Már egy tereszen túl vagyok. És nem voltam ott jó, a Twitch klippeket tessék gyártani lefele egyébként. Szóval, az a kérdés, hogy Paula most írta nekem be a stream chat, hogy akar ő is jönni, és hogy jöhet-e hozzánk csatlakozni, mert van egyébként pénze sok. Küldjek neki kódot? Vagy majd a következőbe? Vagy máskor? Vagy hogyan legyen? Most tőled függ. Duót szeretnél? Vagy milyen gémet? Itt vagyok, csak le voltál némítva, mert beszéltem a nézőkhöz, szóval akkor mit mondtál? Baszki! Na, azt nem. Mondtam, te kis pöcs, hogy... Én vagyok a írt a chatre, igen, hogy te neki is van sok pénze, és hogy szívesen jönne velünk gémelni, hogyan szeretnéd dóba tolni, vagy más. Te meg azt mondod, hogy pöcs. Te pöcs. Micsoda? Nem értem. Na jó, akkor kezdjük el a gémet. Jó. Dobj be cuccokat. Jó. Várjál, én mindent bedobok. Hogy kell? Fú, de rég játszottam, Bence, hogy kell? A loadouton rányomsz arra, hogy buy all és add. De hol? Itt a izén keresztül? Hát itt a jobb monitoron keresztül. Igazából én is csak nyomogatni szoktam, aztán mindig bekerül valahogy minden. Hozzáadás, loadoutok. Én hozzáadtam minden. Vagy a buy all, de most ez mi? De én ezt nem hiszem el, elegem van. Rányomsz egy-két plusz dologra, és aztán hozzáadás. És okés. Van okés. Mindenünk. Ready vagyunk? Igen, várjál, ezt hozzáadom azért még. Jó, most a jó. Mehet a ready, és akkor elkattítom. Bocsánat, már rég játszottam, de kész vagyok. Szó szerint nem. Idegileg is. Remélem jó difficulty-t indítottam el. Na, akkor majd a következőnek. Hol van kedved jönni? Tudsz jönni egyébként? Mert kövi game-be akkor várunk szeretettel. Na! Én legalábbis. Te legalábbis. Te akarod, jöjjön Pollan? Nem muszáj, csak... Most miről volt nem szó? Akarok nem akarok rád erőltetni. Az nem, volt nem. A kérdés, azt próbáltam már 3-szor felvezetni, hogy Polla is írtam pont most a chatre, hogy jönne velünk egy pár game-re, és hogy... Ja, hogy Polla! Ja, hogy Polla! Hát figyelj, ezt még most letoljuk, mint férfi a férfival, ezt a ja, mérkőzést. Na, én is erről beszélek. Aztán én felülem, hát engem nem zavar. Na, miért hát zavarna? Akkor... Legalább hát, lesz, aki meghal. Mondjuk úgyis én fogok meghalni, úgyhogy... Úristen, nekem miért ilyen világos a játék? Ja, mert én felhúztam a izét, hogy lássam. Amúgy köd van, és ez a köd ez most bejött ide az autóba is. Ja, értem, bocsánat. Ha néha lenémítalak, az azért van, mert a chathez is szólok, úgyhogy nem azért, mert jelentéktelen. Ezért lenémítottam most gyorsan. Én is akartam azt mondani, hogy köszönöm szépen DJ Bendy, nagyon szépen köszi neked is a szobot, úgyhogy de jó volt most egy kicsit lenémíteni a Pétert. Áll a ének. Most nem hallja, most nyugodtan mondhatom már, hogy egy kis pöcs. Na szóval. Na, én itt vagyok, bocsi. Na, én is. Mit vigyek, bro? Mit szeretnél?
Hát én azt mondom, hogy kezdésnek egy jó EMF-et, meg egy hőmérőt, és aztán... Oké, okay, let's do this. Hol van a hőmérő? Ah, látom ott. Oké, okay, let's go. Úristen. Legalább egy olyan... Nagyon... Miért lett ilyen? Mióta van ilyen köd ebben a játékban? Ezt nagyon adom. Nagyon jó, csak bejön a házba is, amit nem értek. Hát, tényleg ködös a ház is. Azt a medence odakint. Én azt mondom neked, hogy megnézem ezeket a szobákat én. A ködös szoba. 9,11. Mi? Mi ez? Ha olyan 5 fok alatt van, akkor üvölcs. Rendben. Mondd, hogy 5 fok. Azt mondom, hogy oh. Arra, hogy zsebrevágod ezt. Az a baj, hogy te már jó, vagy nem baj, az a jó, hogy te már jó sokat játszottál. Te most mit nézed, a fokokat, vagy a... Fokokat. Jó. Osztok, szorzok, számolok. Szerintem én nagyon felvettem egyébként a játéknak a... a brightness-t, és... konkrétan... Na, így most már nem látok. Na, így jó lesz. Na! Mosógép. Egy semmit, én semmit nem tapasztalok. A kormány célja, hogy csökkentsem. Ops, elindult te, megint te a hírazó. Mit? Ezt néztem a stream előtt, és még nem sikerült teljesen kinyomni. Ne haragudj, de mi a kormánynak a célja? Nem tudom, meghallgassuk? Nem tudom, hallottam. Egyébként itt van tábla. Szeg energiaimport függőségét és a le... Oké, elég lesz, köszönjük. Bence, már energiáról van szó. Itt van lent ilyen tábla egyébként, az jó, hogy van. Azt a pályán. Le kell fotózni, itt van, itt van az 5 fok, bro. Lent? Hát itt most már 4,3. Hát ez bizony elég jó hír, ez azt jelenti, hogy itt lent van a pincében. Én azt mondom neked, hogy akkor én ledobálok ide mindent, és hozom a többi cuccot egybe. Meg lesz, meg fogjuk csapni, ezt megcsapjuk. Hogy is hívják szép szóval a pincét? Szép szóval a pincét? Alaksor. Vagy nem, erre gondoltam, de valami hasonló. Mi? Van más neve az is szép pincének? Igen, ennek után is kell most akkor googlizzak. Szuterén. Így van. Ezt a szót kerestem. Valószínűleg le vagyok most némítve és rohadtul nem hal. Ezt csak így nektek mondtam, emberek. Jó kis M1. Hát meg kell hallgatni mindenféle hírforrást. Én tájékozódok mindenhonnan. Vagy nem tudom. Itt vagyok. Itt vagy. Mit viszel? Semmit. Csak sétálok. Én meg itt gondoltam, azért jöttél. Na, akkor hozok könyvet, meg ilyesmit. Jó, kamerát is hozok. Úristen, mennyi tagom van. Köszönöm szépen. Én meg Szotyi. Itt és a Szotyi. És itt van Goodman is. Fú. Most megérkezett hozzánk Goodman, Szotyi és Kamikaze. Nagyon szépen köszönjük. Goodman! Én nagyon adom ezt a nevet. Na, én le fogom fotózni. Na, megyek. Táblát. Megyek és beszélek. Nekem nem kell. Beszélj velem. Várj. Akkor vissza könyvet, és akkor visszamehetsz. Ja nem, te ezt a beszélgetést is visszajössz. Jó vagyok, köszönöm szépen, emberek. Köszi a kérdést. Te is jó vagy, Péter? Hát most, hogy már itt végre veled játszok. Most már azt kell mondani, hogy igen. Most már nagyon jó érzés. Are you here? Are you here? Give us a sign. Are you here? Lehet, le kell kapcsolni a lámpát. Are you here? Nagyon hülye hangsúlyjal kell mondani, és lehet tetszik neki. Are you here? Valamit ledobott mellém, úgy hallottam. Give us a sign. Jó, ez semmi. Itt vagyok, Bence, itt vagyok. Hozom már a feszületet. Ötös! Az EMF. Mi az ötös? Ja, oké. Okay. MF, oké. Okay. Hát ez baj, nem? Tehát ez vagy are ez, you here? Ez baj. Ez bajt jelent, nem? Ez nagyon nagy baj lesz később. Mondtam, hogy démon. Démon a pincébe. IMF 5-ös, ennyi. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez halálos lesz ez a szituáció. Meg fogunk halni, úgy érzed? Valamelyikünk biztos. Direkt kapcsoltad, ezt bekapcsolva? Aha, beszélj te is bele, hát ha neked válaszol. Várjál, are you here? Verária! Itt vagy, te kis pöcs.
De kis pöcs. Mit minden? Várjál, az, ott a táblában biztos majd az. Mi a helyzet? Hogyan kell jól szolgál az egészségem. Hát ezt először be kell kapcsolni, de ez kapcsolva. Nagyon le fogja vinni a szerintet, és hogyha nem köszönsz el tőle, akkor meg is jelenik, és meg akar ölni utána, szóval vigyázzak. Jó, én elköszönök tőle akárhány szóra, mert köszönöm, csak akarod. Csak na mondod. Hát akkor kérdezzük meg például, hogy hány éves vagy, nem tudom, hogy friendly-e vagy... Még kell aktiváltam be? Mert most beaktiváltam? Figyelj, én nagyon kezdő vagyok, nézd meg. Ha most, hát, ha ott középen van az a cucc, akkor igen, az be van aktiválva. Jó, itt van, nagyon jó, zsír. Kérdezzük meg, hogy... Mivel kérdezek? How old are you? Ja, így. Én még kell beszélek kapcsolva. Hangosan, bro. A V betűvel. Ezzel ez most hallasz? Ja. Where are you? Are you? Válaszolj már, pöcs. Egy kis pöcs. Ha megjelenik, akkor el kell köszönni? Kézbe. Nem, ezt a kezedbe kell fogni. Fogd a kezedbe és úgy mond neki. Where are you? Are you? Ajaj, kopog valami, tecsó, baj van. Igen. Megint kopog. Ez a kopogó szellem akkor, nem? Meg van beszélve. Ancsi, köszönöm szépen a fagságot. Tegyen mi tiszteletet. Azt mondja, hogy igen, itt van, meg ott van. Tényleg? Akkor most köszönj el tőle. Bye, cső, bazdás, csá, rohadjál meg, bye, goodbye, én elköszönök akárhányszor. Nem száll el a kis izé, nem száll el a cucca, az nem köszönt el. Dobri becser, goodbye, dobri becser, visszem, majd ezen eszek. Engem nem érdekel. Én húzok innen a picsámmal. Goodbye, én is húzok, goodbye, hallod, goodbye, azt mondja nulla, milyen nulla? Na most elszállt, jól van. Ó, rohadjon, meg ki is dobom a kukába ezt úgy, hogy van ezt a fost. Hallod? Ezt ennyi volt. Na hát akkor egy kis szenéti tablettát kell enni. Post event kell. Ez elég fish-fos ez a szellem. Pillanatnyilag. Ó, oh, az mi? Nem ghost? Nem az. Ez a felvétel rossz minőségű. Zajos. Dobri vecser, népezetem, népetjém. Úgy bizony, de. Itt elvesztettük. Le kéne kapcsolni a lámpát, meg még vinni kéne neki mondjuk ilyet, új lenyomatot, meg kamerát. Itt vagyok, bocsi. Én eszek. Most... Egészségedre váljék, mint parádban a lencse. Ahhoz képest... Mi van? Ott van az új lenyomat. Tudod, amit küldtem neked iszét... Pankrációs videót, Bence. Az nagyon jó, igen. Majd úgy fog megütni engem a szellem. A hátasat, amikor igen, megkeni igen. A hátad? Igen, milyen bizonyítékunk van? Tehát van az IMF, az új lenyomat, és van-e még valami? Ennyi sajnos. A Spirit Box az nem, a táblával az nem le... Nem hát, az nem semmi. Nem. Várjál, megnézzük a videót, a fényerősséget, hogyha minimumra leveszem, akkor nagyon sötét a meszkó. Na, annyira nem. Akkor én ilyen laza leszek, én sötétben játszok. Ennyi. Na nézzük. Gyuri, hogy vagytok a párodra? Köszönöm szépen, meg vagyunk. Aha. Kamera van itt lent, raktunk? Van. Nézem éppen, ahogy éppen ott morfondírozgatsz. De most, hogyha táblával válaszolt, akkor értelemszerűen fog válaszolni a izébe is? Vagy az nem biztos? Szerintem az nem biztos, a tábla az teljesen független tőle. Are you here? Are you friendly? Sötétben vagy teljesen? Hát ez a zöld van csak itt. Az jó. Ja nem, lekapcsolom a lámpát, várjál. Are you here? Are you friendly? Say something. Hát ez könyvben nem írt? Hol a könyv? Hol van a könyv? Nem. Nem. Hát nincs fagyos hőmérséklet se. Nem adja el könnyen a bizonyítékokat. Lehet le kell vinni a szenitit, nem? Hogy történjen valami szellemgöm, nincsen? Azt op sincsen. Köszönöm szépen, te exz még egyszer 400 forintot. Ez... Notúrának az 1 eurót, köszönöm szépen. Ez most vagy Gorio, vagy Myling lesz. Ezt honnan tudod így ennyiből? Hát így húzogatom ki a dolgokat. Amik, tehát egy freezing például biztos nem lesz, szellemgömb az például biztos nem lesz. Valami kinyílt, mi a pöcs ez a hang? Megmozdult a... Kis pöcs. Leült a székbe, mozog a szék.
Meg kell mérned az EMF-fel, hát ha nagyobb lesz, mint 5. Miért lehet olyat? Nem, csak vicceltem. Beleírt a ír a könyvbe, nem? Ja, beleír a könyvbe. Ott, tök jó. Akkor ez, smiling. Le kell fotózni, aztán ki is lehet jönni. Vagy mi megcsinálhatjuk a többit, hogy a sanity, meg az ilyesmi. Szellemevent. Mindenképpen meghalljunk? Hát csináljuk felőlem. Olyan magas a sanity, még nyugodtan be tudok menni fotózni. Nem találtunk csontot. Lehet esetleg lesz dirty water, szóval. Ászt a mindenit a dirty water. Dirty water. Tök jól meg lett csinálva, hogy így belefirkált konkrétan. Most már nem csak így beleteremtődött a könyvbe az írás, hanem így belefirkált a konkrétan. Igen, és hogyha lefotózod magát az írás folyamatát, az megint csak plusz pénz. Ászt a mindenit, mi mindenre van itt azért. Hogy áll az agyam? Hülye vagyok? Hát még annyira nem. De azért ráeszek egyet. Oké. Ráeszek, érted? Nyomom. És a kameránk az nincsen? Ja, itt van a kezemben. Miért nem fotóztam le? Hát végig ott volt a kezemben a fotó. Én lefotóztam, most már csak csontot kell kerested meg azt ott, ha ott vagy kint, akkor a lábtörlőt vagy mit fotóz már le. Ezt a lábtörlőt? Hát a, ami, azt a táblát. Ja, ezt? Jó, tessék. Nem tudom, jó lett-e? Nem vagyok jó fotogén. Instán is szarképeim vannak, szóval. Csont az mindenképpen van? Ja. Hát ott van, nem? Hol? Lefotóztam, nem ez az? Ilyen nagyon ez pici, én nem tudom ez mi. Ez csirkelevel. Hát basszus, tényleg itt van. Jó, akkor azt felvesszük. Csirkelevel, hosszabb, mint egy egész tyúk. Na, nézzük meg a Dirty Water-t. Ez ilyen 80-es évekbeli rockzene, izé zenekarnak a... Dirty Water-koncira elmegyünk. Így, lekapcsolódott a lámpa. Kiégett. Ennyi. Nincs áram a lakásba. Várj, lemegyek, visszakapcsolok. Én nem félek. Itt van lent? Várjál. Ott van. Csak most a máshogy néz ki, a falon lesz. Sikerült? Vagy... Most a jó? Oké. Okay. Á, most a... Ne. Na, hát akkor hozok füstölni valót, meg ilyeneket, és akkor megcsináljuk a 25%-os Dirty Water-t is. Csináljuk meg a Dirty Water-t. Én azt mondom. Csináljuk meg, sőt, menjünk egy Dirty Water koncertre is. Yeah! Ha már a Dirty Water. Na. De amúgy miért izé rángatod a fejedet előre-hátra? Ez ilyen izé, ez, ja így. Hát már kezdem élni a Dirty Water koncertet. Ennyi, a Dirty Water koncert, eddig nem volt. Mit csinálunk egy rockbandát, mit szólsz hozzá, és mi leszünk a Dirty Water? Jó. Koszos vizek, egy koszos majd, vizek. Majd Levi lesz az énekes, mert tudom, hogy neki mekkora hangja van itt, különösen streamekben. Így, te most nagyon szúrsz. Ilyen triggered vagyok, mondtam, hogy egész nap idegeskedtem, szóval. Aj. Egy pillanatra úgy láttam, mintha amikor felkapcsoltam a lámpát, itt állt volna valaki, ez lehet? Cicusommal ketten nézzük jó játékot. Köszönöm szépen a 10 Ron Grizzlyt. Jó. A Harry Potterből. Állj, a kis cica biztos ott nézi. Jaj, hát nem nagy. Nem nagy, akkor kicsi? Hát nem is kicsi, az tény. Hol van? Én nagyon, Mazikint is nagyon szeretem. Egy baj van vele, hogy olyan büdöset szarik, hogy kiálljon tőle az ember, de ettől függetlenül. Jó, egy kis Mazikin. De annyira aranyos az a macska, még rendesen bele is szimatolnék ebbe a szarba. Ugye, hogyha ezen múlik, meg is tetszik nekem. Hallod, legalább nem kéne az almát mindig kicserélni, mert megennéd belőle, vagy nem tudom. Hát ez mi? Ez az... Cuki! Ez bolond! Bence bolond, 23-ban bolond lett. Terence lett nagyon, Terence Hill lett a Bence. Igen. Már az introm is egy orángután, ami vezet egy golfkocsit és megy körbe a gyálaszkertben. Ez az intro. Tényleg? Igen. Mi? Tényleg? Igen. Mióta? Az év eleje óta. Új év, új én. Megjelnél. Ezt most rohagyok. Ajaj. Mikor fotóztam egy. Le is, az jó is, lehet, hogy lesz interaction, tessék, tök jó. Lefotóztam. De várjál, Bence, én ezt most meg akarom nézni. Hát nem tudom, hogy tudod, esetleg klippekbe tudod visszanézni az intromat, vagy nem tudsz így visszatekerni, szóval... De nincs videó? Vagy... nincs. Na hát vele, azt... Nem, azt leszoktam vágni. Streameknek az elején. Megint fotóztam egyet. Vivike, köszönöm. Vivike Lackó, köszönöm szépen a 199 forintot, és Kolos Kovácsnak a 200. Azt tudtad, hogy most van a Nyuszinak az éve? A kínai új év szerint? A Nyuszinak?
A nyuszinak az éve, igen. Én amúgy szerintem majom vagyok, vagy nem tudom. Orángután. De azt hogy lehet megnézni, hogy én mi vagyok a kínai, vagy a... Hát meg kell mondanod a születési dátumodat, és május. Május 11. Ennyi elég emberek, hogy csak május 11? Vagy azt is kell, hogy melyik évben? 91. Két hónap. Köszönöm szépen, Centiuhu! Köszönöm szépen a tagságot. Most mire várunk, Bence, mert én nagyon készen állok. Annyira nyomom, érted? Hogy essen a szenéting, meg hogy jöjjön az event. Le is kapcsolom akkor a lámpát. Mert akkor mit csinálunk? Fotózzak? Hát le is fotózhatod, inkább csak túl kell élnünk azt, hogy leessen a szenéting. Az a baj, hogy nem tudom lefotózni, mert nulla van a gépben, mert elfotóztam. Imádom. Bencét akciót. Azt nem tudtam, Bendén. Ez érdekes. Itt van. Bence? Ez csak event volt, én meg rágyújtottam idegességemben. De most miért gyújtottál rá az igire? Táz! Stresszes Bence, vagyok. Bence, ez egy jó zigi volt. Na ez várjál, egy Doomer zigi. egy jó Doomer cigit el kéne. De amúgy, tényleg amúgy kinézel ez a köd, minden ez nagyon Doomer. Igen, az a, hát igen, tél van, hideg van, eső van, köd van. Annyira Doomer feeling, csak nem dohányzunk, ez a nagy baj. Azt a mindeni tex, köszönöm szépen a frissítést. Kokonosi tier 3-ra, bro, köszönöm szépen. István, üdvözlünk a tagok között, téged is, István. 25? Vagy mi? Megcsináljuk még a 25-öset? Nem, már menjünk, hát játszani akar a Polla. Ja, menjünk, a gép igen. Előtt hívjuk, én is akarok már! Hívjuk be! De mindent ő vesz. Jó, oké. Okay. Szigorúan csak ő fog vásárolni. Na, ez is valami. Köszönöm szépen István, 39 jötő. Én még Rondoxnak nagyon szépen köszönöm a szobot, igazán rendes. És akkor be tudod hívni Pollát a hívásban? Pedig én küldök neki kódot. Nekem nincsen meg Polla Discord barátnak, mert mi nem megvan. Vagyunk olyan barát viszonyban, vagy nem tudom. Akkor mindjárt... Kaptam 177-et ezért az akcióért. Na, most csak én vagyok itt ebben a hívásban, vagy mi a helyzet? Na, megcsináltuk, Myling! Jó estét! Sziasztok! Ali. Jó estét kívánok! Kapsz kódot, tessék! Hallottok rendesen? Mi? Tessék? Hallottok rendesen? Tökéletes vagy. Oké. Okay. Ez jó így. Én lehetek a másik férfi. Jó. Profira van állítva, akkor megdöglöttem, ennyi volt. Egyébként előzőleg milyen nehézségben játszottuk? Nem is írta ki az nehézséget, ez nagyon érdekes, azt kell mondjam. Mindjárt lépek egy pillanat. Nagyon szépen köszi Rondox neked is a biteket. Igazán megtisztelő. Köszi, na már félek ezektől a klippektől, Zalán! De majd visszanézzük őket. Bent is vagyok. Dürürürürür. Na szóval, hogy észrevetted, hogy pont stream van, Polla? Hát, mert nekem mindig jelez a Twitch-ikor streamelsz, te. Na hát, ez két csoda. Mások nem ezt szokták mondani. Tényleg? Igen, inkább azt mondom. Én mindig kapok értesítést, hogy Ice Blue Bird, let's go! De jó, hát akkor... Ez úgy most megnyugtott a lelkem. Én mindig tudom, aztán rámentem kíváncsiságból, hogy mit csinálsz, és látom, hogy fazonfób, és így... Én csak azt nem értem, hogy miért álltok egymásba. Ja? Most már nem. Sorry. De pont ezt mondtam a Bencének a live elején, hogy hát ti olyan sokat szoktatok játszani. Igen, most, de azóta nem játszottunk és nem készült el az eventünk, akkor Polla neked sincsen. Igen, arra készültünk, hogy a eventet megcsináljuk, csak aztán pont elmentünk ugye Gergőikhez. És hát akkor igen, hát Miért vagy csaj, Peti? Vagy csak nekem vagy csaj? Nem csaj ő. Jó, nekem csaj. Na, már dobjatok be akkor cuccokat! Oké, hozzáadok mindent. Kell még valami? Hozzáadtam mindent, amit... Most már ez így jó lesz, ready! Imádom egyébként, hogy mindenki a levegőben sétál. Én ráredizek. Oksi, én is. Mindent megvettél nekünk, Polla? Igen, elméletileg nagyon szépen köszönjük. Jó sok pénzed van?
Jó sok pénz. Te leszel van. A sugar mami. Oké. Okay. Ebben a live-ban. Juhu! Juhu! Készült prediction is. Nagyon jó. Megint köd van. Ma nem azért, nem, most hó esik. Hó? Nem mutasd csak. De nem, nem az a parázs, vagy mi az Isten? És tényleg esik. De ez olyan, nem mint hogyha... Szellemgömb lenne? Nem, ez a hó olyan sötétebb. Ez szállingózás. De olyan feelingje van, tudjátok, amikor mondjuk ég valami, és akkor ő lebeg közben. Hát mint amikor, a kis... mint a doomer kis... feelingje van leginkább. Amikor mondjuk könyvet égetnek? Például. Köszönöm szépen, Fatime, a jó a hajam, tudom, kék színű lett a hajam, változtam. Kék lett a hajad? Jeez. Igen, új én, új év, új én, tudod. Új én, új év. Igen. Meg hát nagyobb lett a seggem azóta. Hoppá! Ugye a seggszer. Hoppá! Hoppá! Már van kettő közös bennetek. Lol. Mi a szar? Na, a polá és szőrös, csak azért. Jaj, de jó lesz ez, jaj, de jó lesz ez a stream, de jó, nyami. Te akartál jönni? Tűrjed. Hát igen, már kellett egy kis... Úristen, én nagyon... Én megtaláltam a... Na, meg is nőtt, vagy meg is lett. Találtam egy olyan dolgot, ami nagyon sok embernek sajnos nincs. Pedig kéne. És azt úgy hívják, hogy gerinc, úgyhogy lefotózom. Ujjjjjjjj, mekkora nagy gerinc azért volt? Ez Sigma volt, amit most betoltam. Ez Giga Chad. Ez... Itt a pincével lesz lent, az egyik kis szobában amúgy. Megyek. Hány fok van ott? Hát ilyen 2-3 volt előbb, most már még megy felfele. Volt fönt is 2 fok. 4 fok. Itt 4 fok megint. Meg nagyon... 3. Bekapcsolta a monitorokat. Itt 1 fok van. Lehet megint valami nagy gamerrel van dolgunk. Hát már itt megy neki itt a stream, meg minden. 0 fok, 1 fok. Mi? Itt, 0? Itt fönt az egyik gamer szobájába. Itt. Bence, itt vagyok. Gyere. Itt. Látod? És most lekapcsolta. Előbb fel volt kapcsolva a monitor. Ezt meg kell mérni. Itt volt. 5-ös! Asztalomat! Rögtön egy 5-össel kezdünk. Hol van? Itt van, lélegzik. Hol van? Le akarom. Itt van. Itt a sarokban. Cheese! Oké, lefotóztam. Ghost 2, Interaction, nagyon jó. Na jó, akkor... Valami van, baj van. A szívem ver. Már lefotóztuk, ott volt a szellem a sarokba. Most is akkor ott van? Szerintem ott lesz a szobája. Jaja, itt volt előbb 0 fok, vagy valami ilyesmi. Hozok kamerát. Hát csak 0 fokra ment le, de viszont EMF volt ott, igaz? Uh-huh. Na, akkor szoba? Szoba. Yep. Jó. Hozok kamerát. Fotóztam egyet. Jó. Én szerintem behozom a gyógyszereket, vagy ez nem szabad? Nem jó érzni? Azt nem lehet, az tilos. Feszületet hozzatok, meg mozgásérzékelőt. Feszületet? Mhm. Hát én megfeszülök, ha kell. Jó van. Vidd hozok Jézus. Egy feszületet, meg egy könyvet. Én hozom a casting kamerát második részt, vajon. A mozgásérzékelőt hozzá. Ezt itt a kanapé elég, kérlek. Jó, persze. Mindjárt, már is. Ne szavalj meg! Bocsáss meg. Kávé. Na. Bocsánat, ülök. Hogy gyere át, gyere vissza egy kicsit, bocsánat. Gyere vissza egy kicsit! Persze, én már konyhában vagyok, ott a helyem. Nem ezt mondtam, hanem segítsél már. Érted, itt woman, meg kávé, meg minden, érted? És hívom vissza, érted, hogy segítsen rátenni a kamerát. Na mondjuk végül is az ágyhoz is jó lesz ez a casting kamera, jó? Várjál, egyszer lerakom ide, menj, mász. De most tényleg, hogy a francba kell rátenni? Nem tudjam állítani jól a kamerát. Nem, a klikkel. Így jó lesz, jó lesz. Ide rakom. Én ezt nem viszont. Tedd már rá, húzd már rá. Na miért nem tudsz fel? Ez az. Oh yeah. Itt jók. Na, akkor most Peti lesz az, akit castingoltatunk. Na, akkor beköszönök, jó? Beköszön, miért? Ja. Na jó, okay. Én állvány nélkül hozom a kamerát. Hát sziasztok, én lennénk a legújabb castingonkkal, és igen, ebben és akkor Bence, kérlek mutatkozz fel. Hol vagytok? Én is akarok. És az? Itt hátul a szobában. És hogyha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomd egy lájkot, és kövessetek be minket. De most miről? De miért itt? Hát ott van kint a kúrós kanapé, ott, gyere már.
De itt van a szobája. Na, hozok még DOTS projektort, illetve akkor mozgásérzékelőt. Megnézitek amúgy hanyás a sanity-n? Érdekel. Igen, nézem az enyémet is kell csekkolni. Szia kocka! Ott ez nagyon jó, 69. Király. Nekem hat, én vagyok a legfogyatékosabban, ez, már ezt tudtuk. Jó, motion én, sensor, crucifix. Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy most én rágyújtok itt kint, gyere, adok tüdőt. Tüdőt. Többször kell tudod, hogy cik. Oda, tartsd oda a kezedet, mert eloltódik a... Amikor körbálják a izét, megpróbálják meggyújtani, és három ember oda tartja a kezét. És egy ember meg a szájába így, ott így tartja is. Elátkozott tárgy volt? Az a jelenet. Tessék? Elátkozott tárgyat találtatok? Hát... Nem. Na jó van akkor. A pincében még nem nagyon néztünk körbe. Ez ilyen streamer mikrofon? Vagy ez amúgy mire jó? Nem tudom. Ilyen Aunamic 900p. Ez tényleg, de ezek a nagyon régi kezdő videósok mikrofonja. De ilyet akartam venni, de nem volt rá pénzem. Volt az jó kis Tesco-s mikrofon korszak, szerintem... Úristen, hát az mindent vitt. Jó, amúgy szellemgömb nincs. Szerintem az off alapból. Oké. Viszek kamerát. Meg UV lámpát hozzon már be valaki. De megkérdezem, hogy hogy van. Na basszus. Ez belemászott az arcomba. Ez mi volt? Le is fotóztad? Nem hiszem. Pont eltűnt. Én megesztek egy gyógyszert, nem baj? Megettem. Hát mi? Hát give us a sign. Csak 60 valamennyit volt. De hát de most mi? Hát, are you here? Most mi? Hát 30-at dobott rá. Az nem jó így? Give us a sign. Na jó van. Valami van nálam, ez mi? Are you here? Mi van nálam egy mobiltelefon? Elloptam egy mobilt. Mi? Most, hogy lehet nálad mobiltelefon? Nem tudom, kiosztam valakit. Nem direkt akartam. Jó Istenem. Hát ez... Figyelj, legújabb iPhone. Vinni kell. Igen. Figyelj, én ide egy kis izét. Egy kis jót. Jót. Nem tudom ezt miért csinálom. Na erről észéről beszéltek már nekem egy kicsit, erről a tiltott dolgokról, vagy mi ez? Tárgyak. Vagy ez minden pályán van? Minden pályán van, igen. Igen, és meg kell találnunk, és le kell fotózni. És mik azok? Csak már én egyel se találkoztam még. Budu baba az egyik, a másik az van kártya, pedig... hangdoboz. Igen, kör, átkozott kör, meg... Mit tudom én, tábla. Ouija board. Ja, tényleg van tükör is. Meg tükör is van, igen. De abban látom, hogy hol megy, nem? Ugye? Nem, csak siáni fekete tükör. Ó. Oh. Ja, az a másik játék. Elfelejtettem. De egy, hallod, van bármi amúgy, amit eddig már tudunk a szellemről, vagy MF semmi? 5. MF mérő 5-ös volt eddig. Az jó. Én nem találtam semmi elátkozott tárgyat. Biztos, hogy nem találtátok? Köszönöm tárgyat. Szépen. Nem, ez valószínűleg valami kis picike kártya, vagy valami ilyesmi lesz. Zenedoboz. A zenedobozt a legnehezebb megtalálni. Olyan szívesen segítenék, de én azt sem tudom, hogy hogy néznek ezek a tárgyak ki. Hát tudod, a zenedoboz az úgy néz ki, mint ilyen feltekerhetős kis azt doboz. Az úgy értem, de hogy földön is lehet, vagy ilyenek? Hát általában a polcon van. Szóval egy olyan helyen, ahol tök nehéz megtalálni. Aha, jó, oké. Megnézem a pincét, hát ha találkozok a szellemmel. Ja, hogy nem fogok, mert csak azon a területen. De amúgy érdekes, mert a mozgásérzékelő csepipált eddig ki, akkor lehet, hogy elment. Megkapcsolta a rádiót, haló. Rádiót kapcsolt, vagy most valaki bekapcsolta a rádiót. És meghallgatja a híreket. Nekem ez gyanús, lehet, hogy elment onnan. Hova ment? Milyen szinten vagyunk? Kapcsolgatja a lámpát. Ez nagyon furcsa, ilyet még nem láttam.
Júj, tényleg de, nagyon durva. Ez mi? Ez mi? Peti, ezt te csinálod? Igen, csak megnéztem, hogy működik az áram. Aj, az Isten itt! Aj, nem elhittem! Ott van még vajon abban a szobában? Próbáltam megfejteni itt a rejtélyt, amit az emeleten történt. Hallod? Itt már 19-20 fok van. Tuti nincs már itt. Micsoda. Járkál a szellem? Aha. Átment volna másikba? Itt bekapcsolt egy... Aha, itt lesz. Bekapcsolta a rádiót, és 3 fok van. Na basszus. Átment a másik szobába. Ide. Úgyhogy... Hopp, itt dobált is. A borogat okay, is. Hozom a dolgokat. Jaj. Oh, megfogok. Bassza meg, de megijedtem. Ez csak egy szellem volt. Vagy ez csak egy árnyék volt. Ez csak egy szellem volt. Hallod? De most mi kajak... csak a szellem? De kajak rám cseszter az ajtót? Hogyne? Hogyne? Nem meghaltam. Nyugi, csak egy szellem volt. Jó, se valaki fotózza le a lábnyomot. Jézusom, nagyon megijedtem. Tessék, lábnyom belelépett. Na, mit szólt? De jól tettem, hogy kiszórtam magam ide. Akkor ide tegyük a dolgokat. A mozgásérzékelőt le lehet innen venni? Király. Köszönöm. Hallod, Bence, te vagy a legmegnyugtatóbb ilyenkor. Nyugi, csak egy szellem. Csak egy szellem volt. Összerándult a seggem, amúgy nem. Egy szellem, semmi gond. Hallod, én úgy megijedtem, hogy én ezt nem akarom visszanézni, mert ez a túlsúlyos testem az úgy tűnőszerűen. Ulu, volt, ami ulu. Nem bírom. Áruhír. Beleszólt. Érted, ő ki jelen? Ó, na, nice. Az áruhír. Beleszólt? Áruhír. Spirit box. Tessék, az is van. Ajaj. Ez most nem én voltam. Eskü. De egy még nem hunt. De. A lószart nem. De még mindig nem. Ja jó, nem. Oké, okay, ez csak egy szellem. Egészségedre, Taki. Én csak azt nem értem, hogy szellemként neki hogy van baltája. Az is ment a túlvilágra vele. 59-50-en vagyok, nagy a túlvilági balta. Uh-huh. Milyen jól hangzik, lehetne egy horrorfilm is. Hát ez amúgy... Az elmefötön kívül találtunk más bizonyítékot? Spirit box. Hát igen. Beleszólt. Ja jó, király. Akkor spirit leaders vagy az ikrek? Gyanúsan az ikrek. Na amúgy mindent... Miért lenne ikrek? Hát egyedül van. No. Most ha. Egyedül de szomorodott szegény. Kapol a ikreket akkor. Mi ez? Kérem így. Emberek, ez mi? Füstölög itt valami? Mi volt ez a füstölgés itt a sarokban? Nem az én gyertyám füstölt be? Rágyújtottál? Én rá. Ja, annyira nem bírom ezt a stresszt, érted, hogy... Menj bőle az... valaki. Nagyon menj szépen köszönöm fent. Menj ből az anyja. Itt egy cicáról egy fénykő. Az ikrekre ugye arra az a jellemző, hogy váltogatok. Várjál, az IMF-vel van, vagy a iszével, a mérővel van valami, hanyas lehet vagy az egy a mérő. Pocok, vagy valami elgurult ott a földön. Az ikrek gyakran azonos időben lépnek interakcióba a környezetükkel, és gyakran váltogatják a dolgokat, hogy összezavarja a prédájukat. De ez viszont fagyos hőmérsület, az meg nem volt, úgyhogy nem hiszem, hogy az ikrek. Vagy lidérc, vagy spirit. Csak szellemírás kéne nézni. Meg... Vittünk át könyvet. Szerintem spirit lesz, mert átlátsz, hogy jó van, már most mit lihegsz a fülembe? Mekkorát lihelt? A szellemírás, a lidé... Nagyon szépen köszi közben Franky neked is az 5. hónapot. Igazán megtisztelő mind a kettőtöknek. Fennek is, Frankynek is. Köszi szépen. Azt. És rám. Winter fresh. Szóval vagy doc, vagy írás lesz. A feszületet átvittétek? Még van egy feszület. Szerintem nem. Szerintem az ott maradt. Akkor viszek egyet. Mi volt ez a búb? Átment a mozgásom. Átment a mozgásérzékelőn. Ó! Oh. Amúgy több gyógyszer ne szedjünk be szerintem, hogyha le akarik vinni 25 alá szerinted. Én leviszem. Mindenki bevette egyet. Én is most vettem be csak. Én egyet. Le fogom vinni. Én leviszem. Én ezzel a gyertyával megyek, mert ez annyira jó. Ez annyira. Na ez a jó. Na ez jó.
Na, ez már... Minőségi cucc. Ezzel még horrorisztikusabb. Basszus, nagyon idegesít, hogy... Nagyon befostam. Na most, most befostam. Tehát, hogy most... Most a jó. Egy feszület, hol a másik? Másik szobában, nem? Én nem tudom, de nagyon megijedtem. Kész. Tényleg itt van. Na, mind a két részére kapott a szoba feszületet, most már miért csak jó lesz. El a gyertyámat, ez a szar? Aktív. Az is valami különleges szellemképesség, hogyha gyakran fújja egy gyertyát, vagy valami ilyesmi. Nekem furcsa, mert... Ezt megbeszéltem magammal. Mert dobált is folyamat, nagyon aktív. Viszont nem támad. Megint elfújta, rohadjon! Hogy füstöleg, imádom. De mérőt megnézitek, hanyas? Bár, hogyha lenne fagyos... Folyamatosan elfújja az izémet, a gyertyámat. Tudti, ez az a szobája még mindig? Az hiszi, hogy születésnapja van amúgy. Hát itt a legaktívabb. 4 fok van, 5 fok. Lehet néha kijön ide is, nem? Mondom, szellemírás vagy docot kéne találnunk. Tegyünk le még egy könyvet, nincs még egy. Írt a könyvbe! Írt? Ott van, írt. Nem látod? Tényleg fotózzuk, írt! Fotózzuk. Én is hallom! Fotózzuk le! Ez az! Van itt kamera valaki, akkor, nem? Akkor ez spirit. Mondtam, hogy spirit, mert átlátszó volt a teste. Blöcs! Én már megyek is ki. Lőcs! Plöcs! Már csak azt a taszkot kette... Ja, ó, várjátok, elátkozott tárgyat keresünk csak, mert az engem úgy... nem érdekel. De hogy nincs meg, Bence, mindig megtaláltuk eddig. Igen, nekem is zavar, meg kéne találnunk szerintem is, meg akkor legalább a szent nekem is tudnánk. Zavar. Nekem is zavar. Jövök veled és keressük együtt. Szerintem a pincébe lesz lent. Ide rakok egy gyertyát. Kapcsolat már föl akkor, hogyha már ott vagy. Szerintem a tábor tűzdél. A tábor tűzdél, igen. Láttam azt a klippet. Úristen, ez nagyon jó volt. Hát a tábor tűzdél. Hát a tábor tűznél. Hát, majdnem elestem. Elkapcsoltad, Bence? Nem. Az a baj, hogy én keresem az elátkozott tárgyat, csak fingom nincs, hogy hogy néznek ki. Oké, fenn van. Ó! Visszakapcsolódott minden? A tévé is bekapcsolódott? Ez jelent valamit? Hát aktív. 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 Kapcsoljuk ki. Actimail. Nagyon szépen köszi, Laci, a 16. hónapot, újra itt vagyok, igaz, hogy az utóbbi szemekkel nem tudtam itt lenni, de remélem ez Kárpótól, köszi szépen a gifet, és köszi szépen Takinek is a biteket. És közben még egy train is indult, nagyon rendes tettek, köszi, köszi. Ez nem baj, most már mobillal is fogják etetni a macska, ez az. Azt írják, hogy nagy valószínűséggel ez egy voodoo baba lesz. Hallott, kés van a kezembe. De majd általában a tökre egyértelmű helyen van, ágyon, meg ilyenek. Imádom, hogy kurvára ignorálnak én. Nem semmi, csak itt fogom a kést, itt játszok érted a konyhában. Azt hiszem, hogy mit tudnék tönkretenni, hogyha hazajönnek, akkor én fel legyenek háborodva. Ja, Istenem. Azért ezt a köcsögöt magammal viszem. Ezt a teás fazekat. Most már jönni fog, van egy olyan érzésem. Jó, én fent megnéztem mindent, Bence, szerintem lent lesz a pincében. Én meg onnan jövök, és nem találtam semmit, és most ki vagyok ábrándulva. Szerintem engedjétek el ezt most. Hát, nem már. Nagyon idegesítő. Nem megyünk haza, ameddig nem találjuk meg. Jó. Nem ez a könyv az, nem. Beleharapott a keresztbe, ez most mennyi jönni fog? De ez a könyv itt magában van, ez nem az, nem mi? Az Isten itt már lépeget. Mit lépeget? Lépsz. Mint egy lépeget, olyan. De szerintem a lobbiba Peti meg fogod tudni nézni a tárgyakat, mert ki van rakva a vitrínbe. Kimél szoba, a szekrény, voodoo baba valószínűleg azt írják. Az még érdekes tipp lehet. Hm? Most megnézem a csillagot. Nem lehet megnézni. Na jó, akkor egy aszkot meg egy izét kihagytunk, de nem baj. Jó van, úgyis rengeteg pénzed van. Úgyhogy. Nagyon szépen köszi neked is a viteket. Hát egyébként tényleg töri tételek mellett valóban. És sok sikert amúgy hozzájuk. Okay. Akkor olyan, mint a csilla. Nagyon jó, én mindig meghalok, és... Eddig még nem haltam meg ebben a livestreamben, és na, ez nekem... Egy kicsit megmondom őszintén, hogy szomorú vagyok, ezért vissza lehet meghalni.
Nem. Na, a Spirit, akkor be van mindenkinek jelölve, mehetünk? Yeah, be van, yeah, nagyon be van. Mehetünk. Akkor okay. Lehetsz-e neked is? Mehetünk, igen. Írok. Erről van szó, ezt is megoldom. Ezt azért meg ne, adj, ne menjél kárba. Meg így adj egy slukkot. Na. Mikor leszek 120-as szintű? Vajon meg lesz? Ámely, hát ez zsebre van vágva ez a szint. Na, mindenki túlélte és ki is találtuk a szellemet. Ez elég csodálatos. Hoppá! 120-as... Uuuuh, micsoda hello, szintet Refi. Léptem. Haszta mindenit. Ha. Na most valami nehezebbet, mit szólnátok hozzám? Mondjuk egy farmház. Bence, emlékszed De Candelostra? De Candelost! Így van. Annyira sajnálom, hogy még azóta se tudtuk, érted, elkapni Őt, De őt nem üztük ki? Peti, nem, ő megölt minket. Kész vagyok, mondjad. Gyere ide, nézd meg, itt nem, van a felátkozott. Nem merek oda menni. Ezeket keresd legközelebb. Mi? Hát na, én nem sokat látok, nekem nincs meg az összes. Ja, neked nincs. Ja. De aranyos. Én ilyen kis szar vagyok, érted? Jaj, kis pöcs. Kis pöcs. Na jó, kezdjük. Várjál, be kell raknom mindent, nem? Sugar mami. De akkor nem halok ez meg. Ez a minimum. Bár eddig se haltam meg. Én ritkán halok. De most tuti elszóltam magam, úgyhogy... Na milyen farmházra jövünk? Na újra prediction. Fel lehet itt emberek tenni a pontot, hogy vajon ki fog meghalni. Mindenki? Én remélem, hogy meghalok. Én szeretek meghalni. Na. Én fogok beszélni vele. Tényleg kivel izé beszél, vagy hogy van? Kinek válasz, nem tudjuk. Nem lehet tudni, ki az, nem, ki az, aki nem tudja? Ki az, aki Cora, mi? Corrigan. 179. ügyünk. Erre el lehet menni csak így, random. Ott is be lehet menni a házba hátul. Én onnan fogok. Hát, lájunk szét, és nyomozzunk! Ott volt valami piros. Itt hogy lesz elátkozottál, hogyha az előzőn se találtuk meg? Olyan francban nyitottam ki az ajtót, nem is volt nálam kulcs. Valaki már borogat. Dekán, az nem én vagyok. The Candelost. Az elveszett Dekán. Megint kijutottam. Visszam ezt a játék. Valaki felkapcsolja? Nem tudjuk, nem hogy lehet, hol van. Nincs lámpa. Hátul van, valószínűleg. Itt borogat? Konyhában? Ah, valami ilyesmi bukik folyamat. Ó, megvan a csont. Dekán... Nice. The Candelost. The Last of Us. Nagyon sötét van. Hátul lesz a... Főkapcsoló. Hátra mentem, de melyik emeleten? Lentin. Ez nem több szintes, ugye? De. Itt három itt van. Emeletes. No, akkor ez nem jó. Jó, hát egy padlással együtt. Ez akkor nem jó. Fel van kapcsolva, Bence? Jaj. Fel van, be van kapcsolva minden. Aktív. Na. Itt egy kis sörike. 3 fok, az már egész jó. Hát akkor az ott lesz. Egy fok. Az akkor ott van. Hol? Rögtön a bejárati ajtó mellett lévő szobában. Tökéletes. Az jó. Könnyen ki tudunk jutni, vagy nem? És itt van egy búvóhely is. A búvóhelyek azok mennyire jelentenek amúgy biztonságot? Hát, ha nem veszi hát, észre a szellem, hogy befutsz, akkor 100%-ig. Kivétel egy... Nem veszi észre. Igen? Igen, hogyha a szellem elkezd téged üldözni, tehát lát, hogy befutsz oda, akkor... Akkor tök mindegy, akkor feleslegesen bújsz el, mert akkor rányitja az ajtót. De egyébként, hogyha nem vesz téged észre, mert mondjuk éppen füstölöksz, vagy ilyesmi... Füstölök? akkor el tudsz bújni, de van egy szellem, ami elől nem lehet. Itt egy diploma a falon. De mindig, nem... mindig van egy gigacsed, aki... egy szigma. Krisz, neked is nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Igazán megtisztelő tőled is.
És örülök neki, hogy ismételten itt vagy. Ezek a képek, öcsém, én nem is értettem soha, hogy szegény öreg anya, nagymamám is hallod, ilyen régi fényképekkel volt tele a szobája, hogy tudott ott aludni? Tényleg ijesztőek. Nem, annyira félek tőlük, ránézek, és így mi van? Jó, nyilván, hogyha a te rokonod lenne, akkor nem lenne olyan ijesztő. Azért. Akkor is befostam hát, nagyanyámtól. Én úgy befostam nagyanyámtól, hogy az, hogy hihet, ajaj. Énekel, ez jó nekünk most? Azaz. Fotozz le. Szerintem letudtam. És a szívverés az most ilyenkor miért van? Félek? Uh-huh. Jó. Ja, kapott egy 2 csillagos gosztot. Nice. Hát akkor az Instára nem tud kimenni. Na, király, tudtam érzékelni parabolikus mikrofonnal. Ez mi? Ez egy hokedli? Ez ilyen nem is létezett. Ez, hogy nem létezett hokedli. És miért vannak befőttek? Imádom. Meg gumicsíz. Ez egy farmház, itt van minden. Ja, ez egy farm. Akkor ez a szoba... Új, eldobta a sört, nem kell neki, nem szereti. Vagy gurul, ezt meg kell mérni. Hol van elmef? Hány is lesz bent ebbe a szobába? 3 sör. Hír? Ez itt nem hideg volt? Where are you from? Hány fok volt ott bent? Hát ilyen 1-2 volt a legkisebb. Give us a sign, please. Hát mondjuk megfogdosta az ajtót egyébként. Az jó. Megnézem, akkor UV-val. Are you here? Say something, bitch! Még viszek mozgás érzékelőt. Pöcs, pöcs, pöcs! Ez erre trigger előni fog. A pöcsre? Ha? Ha 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 ha. A ha-ha-hát nem tették bele, mint ez egy trigger pont. Ott van az ajtón az új lenyomat. Valaki le tudja fotózni? Jövök, itt vagyok. Nincs nálam, de én bejelölöm a bizonyítékot. Eltaláltam. Ez az egy bizonyítékunk van még amúgy? Az szerintem igen. És még csak a fingerprintet találtuk? Ezek szerint? Úgy tűnik. Hát mert kis pöcs ez a szellem amúgy. Júj! Meghaltam. Nem. Jót tesz. De miért mondja ki anyámnak a hang, a nevét, hogy Eri? Én ezt nem... ez az anyu neve, hogy Eri. Van szellem, hát, hát Erika. Jó, szellem. Ja! Hát mert Erika, csak úgy van beszélve, hogy Eri. És hogy... kiállnak hallottam, hogy... És odajön, így odajött felém, jött felém folyamatosan, és így... Eri! Tehát, hogy Erika, tehát, hogy tudom. Meg ott vannak még a nagyanyád képei, és ez az egész szellem, ez tulajdonképpen de körülötted dobál. Forog. Ez valószínűleg egy családtagom. Oké, a taszkokat kipipáltuk. De nem igaz, hogy az elátkozott tárgy megint nincs meg. Senkit nem érdekel az az elátkozott de. Tárgy. De! Engem érdekel. Ezt a lézerkardot elhozom magammal. Neked be kell venni gyógyszert. Nekem? Igen. Ez mi ez a lézerkar? Nem, ez egy elvbár. Ez egy elvbár. Az elvbár! Raktatok be könyvet? Ez egy manórún. Könyv van bent? Várjál. Jó, majd megnézem. Van, bocs. Amit te dolgozol, addig mi nevetünk. Igen. Megint az lesz, hogy te oldod meg majd a rejtét. Na jó van, van egyébként könyv, de még kell neki vinni, akkor hagyj olvasson. Elvesztem az összes... Sajnem jól. És mit csinálják? Ott egy gömb, ott egy gosztorba. Igen, ezt már mondtam. Jó, bocs. Most érkezett ide. Fotó? Uh-huh. Nincs, de... Akkor nincs. Hol van az összes fotó? Ez az jó kérdés, Petinél. Mert én már elhasználtam egyet, és jó lenne nekem még egy, hogy megtaláljam az elátkozott tárgyat. Péter? Igen, tessék? Odaadott nekem azt a jó kis Canon kamerádot. Köszi. Jó nagyot dobtam. Amúgy van másik. Bitch! Jaj, tényleg nálad volt akkor az összes retkes fotó. Kellett volna? Nem. Odaadom. De te odaadtam. Te használod.
De odaadtam. Tudom, tudom. Megyek veled, fényképezek. Csináljunk egy pár képet Instára. Jó, ez hármas. Vigyázz. Nagyon vigyázz. Tudunk olyat, hogy belebeszélünk a... Nem olyat, nem kell majd. Nem már, a lámpámat is eldobtam? De jó vagyok. Docs. Az volt, nem? Szinte átment a docon. Igen, az docs volt. Bensi. Akkor ez egy Bensi, az nem túl kedves szellem. Az egy GTA-ben egy autó, nem? Igen, amúgy. Hú, de ez nem jó így, annyira idegesít. Mármint most mi? Mi a baj? Hogy hát nincs meg az elátkozott tárgy. Nem az a lényeg, hogy megoldjuk a rejtélyeket? Menjünk fel és keressük meg az elátkozottat. Én most már nem megyek az elátkozott. Én végig mentem, csak a padláson nem voltam. Megkapcsoltam a lámpát a másodikon. Úgyhogy tuti, hogy ott lesz akkor a padláson. Még nem találtam a emeleten. Most már én is megyek veletek, mert meg akarom tanulni, hogy mi az elátkozott tárgy. Nem tudom. Feti. Nem tudom begyújtani a cigit, vagy mi az öngyújtót, amikor kim vagyok az esőben. Ez pont az, amit előbb beszéltük, hogy... Igen, várj, oda tartom a kezem. Ja, tartsod, várj. Oh, sikerült. Na, ez az. Istenem. Menjünk. Na. Akkor tükröt. Rákozott tárgy. Nagyon jó. Mindenfélét kell keresni. Lehet tükör van itt. És arcsesz, mi ez itt? Ne, jaj, shower gel. Arcsesz. Elátkozott tárgy, és hogyha az megvan, akkor mi fog történni? Le kell fotózni, és pénz. És annyi? A csont már megvan, igen, emberek. A csontot megtaláltam már. De most akkor csak a pénz miatt csináljuk? Minden csak a pénz miatt. Minden csak a pénz miatt csinálunk. Jó van akkor. Kockáztatjuk az életünket a pénz miért. Konkrétan lehet megöl minket a szellem, de minket csak a pénz érdekel. Minden a pénz. Jó, hát így sincs engem, ezt tökre felcsesz. A pénz a hibás. De van sör, annak miért nem örül senki? Miért vegyük a söröket, aztán menjünk haza azzal, igen. Olyan rossz, hogy nincs olyan event, hogy ilyen sörgyűjtő. Ez a kutya nekem sus el, ezt fénykélem. Nem bírom ezt. Ez erről lesz. Nézzük, hogy mivel mosnak itt hajat. White Swan. Hát igen, meg mi van itt? Colgate. Meg Showergale. Colgate. A fehér hattyú. Gondoltam, megnézem, hogy mivel... Ez tényleg? Ez cool dentags, de érdekes. Jaaa. Már kezdtem örülni. De most amúgy nem zavar, hogyha néha mondjuk válaszolok a te nézőidnek, mert olvasom a kommenteket. Nem, nyugodtan. Hogy a padláson, srácok, előbb voltam, és én nem láttam. A padláson csak a kis gömböc van. Most jöttem fel a padlásra, nem mondj már rám ilyenek. Gondoltam. Van az a népmese, hogy a kis gömböc felzabálja a családot, aztán jön a... Az nagyon ijesztő volt, egyébként gyerekként meséltek, és rosszul voltam tőle. Aztán jön a vadász, érted, és megmenti ők. Nem az volt, hogy felvágja a kis gömböcnek a hasát, és kifolyik belőle a minden, így a vér, bél, meg háj, meg... De könyörgöm, hogy lehet kisgyerekeknek egy ilyen, mert elmesélem neked a kis gömböcet, kisfiam. Azért lettünk ilyen retardáltak, nem? Volt egy kis gömböc konkrétan, kérlek szépen, a kis gömböc, és felzabálja anyádat, apádat, aztán jön a vadász, azt az levágja a gömböc. Tudod, az összes ilyen magyar népmese, meg ilyenek tök para. De mi a bölcs ez? Kiskoromban fel se fogtam, és én vártam a kis gömböcet, hogy azt meséljék. És fel nem fogtam amúgy, hogy konkrétan a kis gömböc felzabálta az egész családot, és utána, érted, így... kanibalizmusba így megevett mindenkit, aztán le... Mi ez? Meg miért pont a padláson van, érted? Egy alapból ijesztő helyszín egy gyerek számára. Én sem értettem, de valahogy mégis para volt. Olyan volt, mint a bátor a gyáva kutya, hogy nem értem teljesen, amit nézek. Jaj, de imádtam, úristen. Én is szerettem valahol, de ugyanakkor meg olyan para részek voltak. Úgy féltem tőle. Nagyon fosok a kis gömböctől, nagyon... Ne írjátok! Kis gömböc. Csinálok amúgy egy ilyen videót a TikTokról, hogy a kis gömböc. Ti nyomtátok meg? Én voltam. Mondok egy viccet. Vagy a kis gömböc volt az.
Lefotóztam fönt egy tükröt, hát ha az az elátkozott lette, nem? Gyere, gyere, gyere rám! Megint Eri! Tudom, hogy anyámat hogy hívják, hát ezt nem hiszem el. Hú, idevágolt egy fotó. Lefko Techno, 6 hónapja tag vagy, nyomod, köszönöm szépen, hogy minden nap nagyon pénzt. Nyomja. Bence, jössz? Minden nap ad nekem pénzt. Mert hogy? Élek. Nem, amúgy köszönöm szépen, Levente. Hova menjek? Megtaláltam végre! Na, mi az? Mi az? A Vici tábla. Hol volt? Hátul a kamrában. Nincs. Ne, várjál, ne, akkor menjél, akkor én már ízítom. De be se jössz elől a házba, hanem hátra mész. Ott balra elfordulsz, és hátul megy a hátsó ajtót. Volt olyan, hogy egy szemű, két szemű, három szemű? Az miről szólt? Mennyi is volt a hétszínű kapanyányi monyók? Vagy mi volt, ami még ilyen? Jézus atya úristen, nem hiszem el amúgy. Várjál, Bence, hol vagy? Itt hátul a kamrában, itt be se kell menned a házba, hanem ott elmész balra. Ez erkélyen van egy ajtó be a kamrába. Ez a földszinten. Ez egy ilyen sarokban. Várjál, megyek balra. A Teletubi is még egy ilyen jaj, paradalag volt. Jaj, a Teletubi borzasztó volt. A Teletubi? Hát azt hagyjuk szerintem. Ez jó lenne, hogyha inkább hagynánk picsába. Hagyjuk el. Ez jó lenne, ha arról most nem nagyon beszélnénk, jó ember? Szerintem, hogyha a Teletubit felhozod, akkor lelőm a streamet. Nem vagyok hajlandó Pooh-ról beszélni. Pooh nekem nagy nyomot hagyott bennem. Én nem is tudom, hogy hívták őket. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Pooh-ba. Anyád. Miért lett piros minden oda bent amúgy, az jelent valami? Nem menj be, szerintem, mert meg vagyunk. Ja, jó. Ja. Maxos, de úgyhogy még egy csont is, és az elátkozott tárgy. Végre! Ennyi. Gyerekek, ez a livestream, ez ennyi. Tehát, easy. Hogy olyan itt most elszívjuk. Laura, jól vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Még nem haltam meg ebbe a live-ba. Ez fura nekem, megmondom őszintén. Ilyen az új év. Ennyi. Új év, új én, új pazmó. G to the G. Késimul a G-hez. Na. Nem tudom átskipelni ezt. Érdekes, mert sokkal kevesebbet kaptunk most, mint az előzőnél. Mindegy. Na. Oké. Okay. És ez pedig egy farmház volt, ami nem is annyira egyszerű. Ja. Na, akkor még egy ilyen közepesebb házikót kéne megnézni. Oksi, én még egy körre vagyok, aztán mennem kell videót kell vágnom. Jajjó. Ez a zene. Na, mi van most akkor? Nyomd be a zenét, Peti. Diszkó. Annyira jó, hogy becsökkented a fejed. Ugye nem copyrightos. Szerintem de. Mi? Nem, azt tudja nem. Úgy lötyögsz Bence itt, az az. Hogy lötyögjek már. Ez a lithium, nice. És akkor nem ilyen zenék szólnak. De milyen jó lenne, hogy ilyen zenék szólnának? Hirtelen megszólalnál, Nirvana. Hát akkor egyszerűbb lenne, hogy a tech... Akkor el kell menni egy olyan helyre. A zsomac buliba. Egy illegál, tényleg. A zsomac... Tényleg zsomac buli. Na jó, menjünk, kezdjük. Kezdjük. A zsomac buli. A zsomac bulit, menjünk. Jó. Szegény zsomac. Miért szegény? Most miért? Hát, mert... Dúl a zenéket hallgatnál. Hát nem tud pihenni. Nem tud pihenni, mert mindig van valami buli. Mindig csinálnak valami bulit, és arra el kell mennie. Szegény, nem nagyon látunk, amit tényleg zsomacot aludni. Tehát, hogy minden sztori az, hogy... Ja, de látjuk éppen. Aludni, csak buli, a videót. Videózás, buli videózás. Nagyon sajnálom amúgy, hogy ő nem tudja milyen az, hogy felkelni. Nem tudja, milyen az, hogy lecsukja a szemét. Igen. Húszamosabb ideig.
Neki még az ébresztője is, tudod, ez a durva hardcore, speedcore valamilyen. Azzal ébredt, hogy piu, 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 tsiu, 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 de neki nem kell ébresztő, ha minden van. De hallod, ilyen zenéket hallgat a csomag, hogy zúj, 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 zéz, réz, 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 ilyeneket tol. Már nem tudok táncolni, chat, ne kérjétek, hogy táncoljak, mert így is olyan hájas vagyok, érted? A csöcsöm löbög, lobog, össze-vissza. Löbög? Érted? Nem, nem, ne kérjétek, hogy táncoljak, mert érted, a zsír, érted, az megmozdul, ez az... Bence, az táncolhat, ő szexi. Nem tudok táncolni, emberek. A Sims-esen, Bence. Ez nem igaz, ez nem igaz. Bence tud táncolni. Ó, persze, pár sör után meg... És úgy tud táncolni, hogy a sörből sose folyik ki egy csepp sem. Arra vigyázni úgy, kell. Úgy ropja, előtte mindig megiszik. Egyszer Bence úgy esett el, gyerekek, elmentünk együtt szórakozni a Bencével, és a Bence egyszer úgy csúszott meg, tehát nem volt, tehát teljesen józan volt meg minden, csak megcsúszott. És úgy csúszott meg az ember, képzeljétek el, hogy így fogta az italát, a poharat így fogta a kezébe, megcsúszott, és egész testével így majdnem hátraesett, de ez a kéz, amiben van az ital, végig ilyen valamilyen csövekbe, és a csepp sem esett ki. Ne, hát arra vigyázni kell. Hát neked az a lényeg, összetöröd magad, legalább a sör megmarad. Már nem azért a két fönt, de neked ez a izéd, a talented, neked erre van két talentod. Ez az én különleges képességem, igen. Bence az minden körülmények között passzívan megfogja a sört. És hogy veszem el én azt a csontfejet ott? Nem is érek ott? Ja jó, oké, semmi. Volt 2 fok. Fog vagy fog? Megvan a szoba. Fog. Szerintem megvan, igen. Második emelet? Első. Vagy hát a földszint. Belesütöttem a live-omba, ilyenkor mi van? See you next time! Hallod, soha nem csináltam ilyet még szerintem. Jézusom, nulla. Ásítottam valahol valami. Szóljál, ha nagy unalmasak vagyunk, akkor... Ja, nem, de hogy is csak... Megvan az elátkozott tárgy, kártya! Visszaállt a izném a... Bence, húzogathatjuk. A ciklusom beállt, az az igazság. És már mindig normális... Na, hol lesz a szoba? Megint nem. Itt hátul, de akkor megint. Húzzunk is rá egyet. Húzzunk. Ja, nem foglalkozunk veled, bocs. Az igen. Az NPC beszél az NPC, érted? Olyan vagyok, hogy oda jöttök, interaktoltok. Minusz van. És mondom a küldetést, érted? Mondom minusz. A küldetést, ti meg... Ráadásul minusz 5 volt, basszus. Ja, ezt kinek hallgatjuk. Ez az igazság. Utáltok, mint a szart. De nem baj, mert itt vagyok veletek. Nem, szóval olyan voltam, hogy interaktoltatok velem, és ugye elkezdi a küldetést mondani a karakter, és ti ott hagyjátok, de én megyek utánatok, és mondom. Kész. Istenem. Hogy lehet? Akkora nyomorék amúgy, aki itt lakhat már. Itt lak, mert itt nincs függöny. Miért nincs? Fúj, de ronda. Itt meg van. Ide már... Nagyon szépen köszi, Demazer, közben neked is ebiteket. És Lefko, köszönöm szépen, hogy ide is benéztél. Igen, ez lesz a szobánk, jó. És fagyos hőmérsékletet rak be, mert volt. Oké, fagyos. Én berakom. Fagyos hőmérséklet. De nem szerelem írás. Oké. Majd ha az egyikünk meghal, akkor tudunk rá húzni. Ó, oh yeah, húzogatjuk. Ja, miért vannak kártyák? Mm-hmm. Van, hát. Hagy húzogassam én. Jó, de még most ne. Most nem, csak hogy foghatom. És úgy majd akkor húzogatom bármikor. Tehát végig a kezembe akarom, hogy legyen. Jó. És akkor majd szólunk, mikor húzogasd, és akkor... Jó, persze. Rossz az a beszélget. Fel vagyok rá készülve teljesen. Oké. Na, az egyik feladat, a füstölőset már megcsináltam, hogy EMF mérővel aktivitást kell néznünk, úgyhogy viszek egy yes. Oké, sír. Én még viszek magammal egy könyv, meg minden van. Viszem ezt feszület. Hozok kamerát is. Jesus, pause. Mennyi a sanity-ing? Nem néztem meg. Bőven jó. Miért van megterítve amúgy?
Are you here? Hello? You are guys I'm looking for. Hello? Give us a sign. Hello? Lehet, hogy csak egyedül kéne here? Lenned a szobába, arra nem gondoltam? De gondoltam, de bejöttetek. Na hányas? Írt a könyv. Ötös! Ötös? És bele is írt. Egyszer csináljuk. Mindent csak meg egyszer, ez igen. Ez Jean. Ez árny. Árny? Nem Jean? Uh-huh. Nem, árny. Hát beleírt a könyvbe. Kártya, vagy ezt az írás még fotózva. Ötös volt és fagyos hő. Ez az árny lesz. Jaj, bocsánat. No problemo. El van cseszve az enyém. Nincs már benne elem? Mi? Vagy nincs benne tudsz, amivel lehet ott fotózni? Na igazából megvan srácok minden, csak 25% alá kell esni az állapotnak. Úgyhogy maradjatok bent. Jó lett? Jó. Szerintem igen, de akkor hozok be, ha tökéletes, hozok be füstölőt. Már megvan, már kifüstöltem. Igen, csak hogyha le akarjuk vinni a szenetit, akkor legyen inkább biztos, hogy biztos füstölő a kezemben. Ja, oké. Okay. Nehogy baj levisz, legyen belőlem. Ja nem, az megvéd, nem? Vagy az levisz? Ez mi volt? Árny? Az azt írják, 75%-tól már támadhat. Ja! Jó. Semmi. Akkor el kéne valóban bújni. Én a kádba. Nem lehet. Na, én bátran bemegyek, mert... Na te, megnézzük a tábortűznél. Húzzak egy kártyát? Én akarok. Peti húzzon egy kártyát. Hagy húzzam már meg. Nézd, Peti, itt van. Itt ez fog, itt van. Ezek ide elbújok. Na majd most figyeld. Várjál, én is el akarok, még őt húzza. Te tóver. Az mi? A tóver. Te egy torony. Hát jó, de jelent valamit? Szerintem... Nem is tudom, már elfelejtettem. E Fortune, nem tudom mi volt. A Sanity-vel kapcsolatban csinál dolgokat általában. Megint Fortune volt. Megint Wheel of the Fortune, de most piros. Az baj. Az nem jó, mi? És direkt nem válaszoltam? Ajaj, nem de tudom. Nem tudom. Ja, valószínűleg igen az, hogy akkor Wheel of the Fortune leveszi. Nem akarsz elbújni, te is Péter közben meg fogsz halni. El kéne bújni? Miért? De ha mi elbújtunk. Adjál már, de vagyis. Oké, nyugodtan, akkor húzogasd. A nap. Az jó, oké. Oh shit! És most ide bújt mindenki! Itt bejött ide ránk halni. Meg ide jött ránk halni. Oh, de mi ez a pozíció? Bejött ránk halni. Ide jött ránk halta. Maradjat, hadd sejjék egy screenshotot. Ja, én azért odafutottam hozzátok meghalni, igen. Bejöttél feléig, azt megfojtottam magadat Paul a nyaka fölött. Hát én ezért jöttem ide. Mi volt ez az ijesztő pillanat? Szegény emberem, érted? Feltámaszthatunk, lehet, hogy most húzok egyet a kártyából, és lehet, hogy ez jó lesz. Támasz fel engem. Hol van a kártya? Hagy nézem, csak hagylám. Ott ejtettem el, nem? Ahol a izé volt a testem, nem? Ah, itt van, csak beleolvadtam. Death. Oh shit. Na kíváncsi leszek, Bence. Na mi van? Most jön valami hunt, nem? Aha. Igen, jön már, erre jön. Igen. Megy feléd, Bence, meghaltál. Még nem biztos, hogy meghalt. Nem ölte meg, ott megállt előtted. De most miért cigizel a sarokba? Pont azért, a cigi füst elijeszti. Hát tényleg oda ment amúgy a léd, de utána elment. Nem tudott a sok bagótól. Jó, igen. Várjál, még mindig erősen 10-es az aktivitás. Igen, igen itt jön, dohány ellenes. Úgyhogy maradj ott. Felmegy az emeletre. Mindig sétál. Igen, emeletem van. Oké, már elment? Leesett 4-re. Elvileg igen. Úgyhogy gyere ki. Jó. De nem is próbálsz meg meghúzni? De, mindjárt meghúzlak, csak várjál. Még hozom ki egy füstölőt. Oké, és rendben. Várjál, akkor adok neked egy... Ja, neked? Ja, jó. Van ám még itt, amit el lehet szívni. Na, akkor már próbáljuk feléleszteni Petit. Meg, még van egy húzás. Úgy meghúzod, hogy fel is éled. Most honnan tudod, hogy egy húzásom van még? Hát úgy kb-re tudom mondani. Most hánt van, Pola? Nincs. Nem. Jó, akkor húzok. The Moon.
Hát, sajnálom. Most na, már hát van, gyere. Nem? Nincs. Az is tetszik. Olyan hangos az EMF. Hát, kipróbáltuk pedig. Hát, meghúztad. Elfogyott az összes. Nem sikerült ez a meghúzás. Igen, nem sikerült. Erősebben kellett volna. Nem baj? Lehetséges, de hát én ennyit bírok. Nagyon viccesen nézett ki, zseniális volt, hogy bejött a hozzánk. Nézd, Bence, kipróbálta a 25-öt is. Jaj, te jó. De akkor iszé, jól tettem, hogy odafaladtam. Nagyon jól tetted egyébként, szerintem. Akkor menjünk, ennyi. Volt értelme a halálodnak. Feldolgoztátok, hogy meghaltam. Elküldtem Discordba, amúgy úgy fogott a Peti téged, Bence, a falhoz, mint valami. Azt, amit a póz azért az nem semmi. Benne vagyok a vesétbe amúgy, vagy a májadba. De olyan jó, hogy meghaltam, de azért még utalnak nekem pénzt. A családomnak jól jön. Ilyen kis út. Minusz 50% azért, mert meghalt valaki. Megérte az életbiztosítás. Életbiztosítás is minusz 50, érted? Tehát meghaltál, akkor kevesebbet kapsz. Mi az, hogy meghalsz? Na, király. Nice. Hát egészen szép teljesítményünk volt. Köszönöm szépen a játékot. Nem tudom, hogy ti mentek-e még. Köszi, hogy jöttél. Folytassuk a Kövinek, nem? Hát ja, játszunk még egy-kettőt. Meg belefér. Jó, akkor viszont szerbusz. Én is köszönöm, puszika, sziasztok. Szia. Na, akkor melyikre menjünk? Figyelj, valami kis pályát tudod, amin el vagyunk ketten. Jó, szerintem az Edgefieldben még nem voltunk. Legyen ez, figyelj. Dobj be, amit tudsz, aztán let's go. Egészen jól teljesítünk, most felhoztuk a pénzünket. Én megdöglöttem, szóval. De miért adjak hozzá mindent? Én már felét hozzátettem, szóval csak egy másik felet kell hozzátomnod, úgyhogy. Á! 1400 pénzem van, hallod? Érzem, hogy gyegyek fel, érted, tesó? Olyan gazdag lettem. Texas! Nagyon szépen köszi Cool Dude a 14. hónapot és King Maas a Prime-ot. Igazán megtisztelő, tényleg nagyon rendes tőletek, köszönöm szépen. Szóval még, hogy csak most tudtam mondani. Hozom ezt a mérőt, te meg hozd akkora. Na most ezt jól megmérjük, kimérjük az egészet. Leg lesz mérve az egész, hölgyem is során. Mary Walker! Nekem még egy pazmofóbia live-om nem volt, amiben nem haltam meg, szóval ezt meg kellett tennem. Na. Hol van a... Tessé? Hol van az elektromos kézi készülék a pincében? Hogyha nincs már áram egyébként a lakásba, ez direkt? Hát profin nehézsége már alapból le van kapcsolva. Áááá. És honnan tudod, hogy hol van? Megnézted, cheatelsz? Így van. Van minimapem. De most tényleg? Baszki, tényleg van, honnan tudta? A kocsiba írja. Nem is kapcsol... Ja, de van, jó, oké. Na. Hallottam valami érdekes hangot, félek. Itt van az ajtó. Ez jelenthet valamit, Bence? Hát az, hogy nem zárták be? Oké, de hogy a minden zárt ajtóval kezdődik a pálya? Vagy így is lehet egy pálya, hogy félig van két vagy ajtó. Minden zárt ajtó egy új lehetőséget nyit meg. Mi kell hippisen beszélni? Hát ez hihetetlen. Szerintem meg ott lesz, Bence. Ezt már most megmondom neked. Nem mértem ott hideget. Ez itt az egyetlen egy nagy probléma. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül gond? Hát igen, mert lehet, hogy nincs fagyos hőmérséklet. Se hideg. Hát akkor meg kell nézni, hogy mi van az emeleten. És mi van? Én bízok ebbe a WC-be. Na jó, azért felmegyek én is veled hátra. Van itt egy gyerekszoba például. Igazából félek egyedül. Hát azért, mert közeledünk a parlás felé, ahol a kis gömböc van. Az a rohadt kis gömböc. Hallod, annyira para. Rohadt félelmetes. Kiskoromban meg vártam, hogy meséljék el. Itt a csont. Lefotózom. Meg felveszem. Felvettem, de mit kezdünk egy csonttal? Az már kis gömböc hajta hátra amúgy. Nem akarom a kis gömböcst.
Igazán pont akkor mentél el, nem? Amikor a kis gömböcről volt szó, és most újra itt vagyunk a kis gömböcnél. De hallod, mi az a kis gömböc? Amúgy az mi volt tulajdonképpen? Hát én úgy képzeltem el, mint egy ilyen húsgolyót, akinek szőrös. Fúj! Igen. Nyitogatja az ajtót valahol, vagy itt lett, vagy itt fenn, nem tudom. Volt előbb a folyosón 4 fok. Akkor ez itt lesz valahol. Aha. 2. Elmúlt. Most itt meg visszajön. Akkor most ez folyosó, vagy? Ez 4 fok. Itt. Hát valahol itt jelenleg 4 fok van, igen. Ez lesz az. Jó Istenem! Ezt miért meg is roppantál, vagy minek volt ez a hangja? Hát mi volt ez? Kiroppant szerintem a nyakam, vagy én nem tudom, de... Megijesztettem. Miért ijesztettél meg? Én? Nem, rá! Nem kérek. Megijedtem! Jó, de megijedtem. Kis Ráhel, milyen ijesztő tud lenni. Hát főleg, amikor így full csöndben ott áll. Most akkor hova tegyem? Valahol áll a szobába. Szememre, ide lerakom. Na. Keresztbe állt bennem a... Na mindegy. Hozok mindent. Hozol izét? Kamerát vagy ilyenek, Bence? UV-t hoztam meg a Spirit Boxot. UV meg Spirit Box. Are you here? Hozok kamerákat. Get a camera to them. Give us a sign. Várjál, nem jó. Give us a sign. Adjál jelet, he. Adj nekünk jelet. Miket teszem rá az állványra a kamerát? Simán E-vel, nem? Hát nekem az nem akar működni. Hát ez nem jön így össze ezzel a taktikával. Vagy lehet, hogy benne a furgoma nem lehet? De. Hát ez most nem sikerült, srácok. Na hát. Ez nem jött össze. Mert nagyon szépen köszönöm is harmadikat. Nem lehet feltenni a kamerát. Az megvan? De fel lehet tenni? Hát ne idegesíts már. Nekem most sikerült csak. Nem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a szoba, vagy nem? Valamiért most ez így elbizonytalanodtam. Ide is teszek egy kamerát azért. Ez megy már ilyenkor? Szerintem jó. Én azért egyet kirakok ide is, egy ilyen mérőt. Hagyjátok már ezt a kis gömböt, mert esküszöm félni fogok. Owen McKenzie az első dologtól meg... Ez a kis gömböc, ez lesz a töréspont. Játszottam már sok szarral életembe, de hallod, ez a kis gömböc, ez nem. Ez nem. Nagyon el tudnék belőle képzelni egy horror játék az. Egy filmet? De azt nem, mert úgyis szar lenne. Minden szar, amiből filmet csinál. De kajak ilyen van, ez magyar népmese? Szerintem igen. Hogy lehet valaki ennyire undorító? Hogy lehet ezt találni? Én most kajak rá fogok keresni. Én látni akarom. A kis gömböt. Van egy kiskoromban sokat mesélték, még az óvodában is, hogy hát elmesélek gyerekek egy nagyon aranyos kis mesét. A kis gömböt. Jaj, volt egy kis gömböt. A kis gömböt, ráadásul dal is van. Undorítóan para egyébként, szerintem is a kis gömböc. Ezért túl sokat beszélünk a gömböcről, nem bírom már. Benedek Elek írta. Nézd ezt a képet. Van Benzel. Kép róla? Van. Benedek Elek mese ráadásul. Kis gömböc. Várjál, elküldöm, várjál. Úristen, ez így néz ki? Mint egy heregolyó. Fogakkal. Ott nem volt. Ez egy zsák. A malacból nem volt egyéb, csak kis gömböc, mondja egyszer szegény asszony az idős lányának, hogy gyere egy lányom, menj fel a padlásra, hozd le a kis gömböcöt. Felmegy a lány, le akarja venni a gömböcöt, de hogy hozzányúl, csak megszólal a gömböc, hogy mit akarsz én, meg akarsz enni, majd megeszlek én. És megzabálja, érted? Élve megzabálta a paraszt öregasszonynak a lányát, a kis gömböc fent a színpadon. Szegény azt, hogy nem tudta elgondolni, hogy hol marad olyan sokáig a leánya, küldi a középsőt, azt is megzabálta, érted?
Igen, most már emlékszek, tényleg ilyez volt a sztori, hogy őt akarták megenni, de aztán csak döntött a gömböc, hogy akkor most ő fog innenkit megenni. Döntött. És egy nevű kondásziót is bekapott az újságot. Kondást? Még a kondást is? A kondást is bekapta, konkrétan elment a kis gömböc, érted? És elkezdett mindenkit felzabálni, mint a Michael Myers a Halloween-ban, hogy mindenkit megöl, aki vele szembe jön. Mindenkit felzabált, érted? Mint egy fekete lyuk olyan. És utána meg a katonákat is, és a kapás embereket, és a szegény ember feleségét is. Are you here? Hallod? Még az ön katonákat is. Are you kis gömböc? Give us a sign. És itt a vadász meg sem öli, hanem kireped a kis gömböc. Igen, mert már túlzabálja magát, és az a leggusztustalanabb része, amikor kireped. Túlette magát, és az emberek kifolytak a gyomrából. És mi is volt a mesének a vége, a tanulsága? Mit vonunk le belőle? A kis gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ez mese? Rohadj ki! Ez nem mese, ez egy démon. Ez egy... Fúj! Ki az, aki... Benedek Kerek egy állat volt, érted? Egy szveg. A kis gömböc. Ezt nem hiszem el. Most írd bele a könyvbe. Na, zsír. Akkor... Nagyon szépen köszi, Dormione a rédet, üdvözöllek titeket, itt szervusztok. Milyen streametek volt, mi fazmozgatunk nagyban. Azt mondják, hogy a kis gömböc egy zsák. Nem. Disznónak a bele. De tényleg egyébként egy zsáknak van ábrázolva amúgy. Akkor valaki elrabolja az emberek? Csak nem úgy viselkedik, mint egy átlagosság. Are you here? Ugye csak a izé van, a szellemírás van eddig? Igen. Kapcsolgatja a lámpát, vagy meg kell nézni, hogy akkor hagyott-e valamit. Valamit dobál. Azt mondja nekem a Ráhel, hogy disznósajt volt. Igen. Szóval ugye rajzolva egy zsák, de egyébként a disznónak a gyomra. Igazából egy heregolyó. Én ezeket mondják rá. Nem hiszem, hogy egy heregolyó fel tudna zabálni bárkit. Szerintem... Vagy mi? Szerintem sem. Vagy hát... Csak nem. Bence, csak izé van? Szellemírásunk van eddig? Igen, nem hagyott új lenyomatokat se semmi. Oké, akkor csak szellemírásunk van. Nem biztos, hogy ez a szoba lesz, ami... A kinti nem szólalt meg, akkor még ide is bedobom. Ne nézzük, hogy itt mi a helyzet, hátha. Hát kamerák. Mindaddig, ameddig nem magával a gömböccel találkozunk, addig nincs nagy baj. Igen, amúgy. Én nem félek semmitől, hát már évek óta horrorra játszok, de a kis gömböc, Bence. Kis gömböc... Miért teszik elé, hogy kis? Elég ijesztő az is, hogy gömböc. Miért teszik hozzá ezt, hogy kis gömböc? Rohadtul nem kicsi. Én mondom, hogy ez nem kicsi, basszus, ez egy emberméretű szar. Aki végigzabálja az egész várost. A kondást megette, hogy lehetne már kicsi? Istenem. Miért nem nagy gömböc a neve? Nem hiszem el ezt a mesét, ez nem mese. Hallod? A gömböc angolul orb, little orb. Kis orb. Látta a szellem gömböt, az a szellem gömböcöt? Az a kis gömböc, mindjárt megnézem. Oh. Nem jó, Bence, nincs bekapcsolva a benti kamera. Oh, mi? God. Nincs bekapcsolva. Nincsen. Hát ezt nem hiszem el. Három bekapcsolva. Kamera van, de az egyik fekete. Biztos, hogy... Be van. Lil Orb. Little Orb. Nem hiszem el, mert... Ott a kis gömböc, láttam. Ott volt. Ott, majd figyeld. Ez az a kamera, ami fent van, nem? Igen, amit én raktam le. Most bekapcsolódott? Nem tudom. Van bent, van hát. De a kis gömböc orb ott volt, láttam a kamerába. Nagyon félek ettől a mesétől, hagyjátok abba. Nincs több kis gömböc. Tudom, mit figyelek. Otto, mondjuk. De volt orb, az 100. Oké, akkor szóval egy gömböcöt be lehet pipálni. Rém vagy reverant lehet, revenant. Fagyos sömvésédlet, akkor revenant, új lenyomat, semmi, akkor az új lenyomatot az ki is lehet húzni, nem?
Csoda mese elemzés. És kedvenc rapperem Lil Orb. Már Ice-T. Give me that. Give me some fried chicken. Csomagolják be. Még doc is lehet. Spirit box is. Hát ez elég nulla. Mi a nulla? Ez az egész itt fent. Nagy nulla. Semmit nem csinál. Félig meddig már kiderítettük, hogy kicsoda, micsoda ez, de... ez kamera már nem fog kelleni. Are you here? A fényképezőgép az lehet, hogy fog kelleni még. Give us a sign. Próbáltál egyedül beszélni hozzá? Hát azt még nem. Akkor kimegyek. Are you here? Valamit megfogott. Igen, az ajtót. Are you here? Akkor meg kell néznem az ajtót. Már rákerestem, hogy a kis gömböc. Elegem van. Kis gömböcből. Vissza. Nincs nem szimpatikus gömböc. Egyébként nekem ez a gömböc. Nincs több gömböc. A docot figyelem hát, ha elsuhan előtte vagy valami. De nem látok semmit. Megmondom őszintén. A kis gömbi. Aj, hát ezt nem hiszem el. Mehetek akar... a pincébe. Nem akarja adni magát. Felkapcsolódott a lámpa. Nem kapsz ASMR-t, Zoli. Óven, kijött a Fears of Fatom harmadik epizódja. Igen, tudom, majd holnap csinálok belőle élőadást, srácok. Kíváncsi vagyok már, hogy milyen lett, hogy most mi lesz a sztori. Ugye az előző két rész is nagyon durva volt, de amúgy tényleg az egy olyan horror játék, amitől tényleg nagyon... Tehát én jobban szeretem az olyan horror játékokat, amik ilyen valós lehetséges, hogy meg simán megtörténne akár velem is, és ez a játék ez pont jelent, hogy a Fears of Fatomnak a harmadik epizódját holnap fogjuk kijátszani live-ban. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Tudom, hogyha kis gömböcet elkezel, és simán megtörténik a valóságban. Hát igen, de csináljon senki horror játék. Ez egy valós sztorinek tűnik. Ráhel, ugye nincsen itt a disznóhús. Nincsen. Jó van, oké, mert majd reggelre megzabál minket, hallod? Ne szórakozz. Reggelre megzabál minket, ne idegesíts. Jó, oké. Azt csomagtasz. Elgeszél. Arra kelek, érted, hogy a lábujjamat rágja a disznóhúsért. Mert ott képzelni, Bence? Kellene, hogy a nagy lábad ujjadot ott teszi a disznóhús. És az csak a kezded. Leszik a tréből, simán. Itt sétál. Vigye felsót. Jaj. Jaj! Ja! Mi van? Hát a fülembe suttogott, hogy gömbölc! Ez bone. Nem, ki is húzhatjuk az új lenyomatot, ennyi fogdasás után, hogyha nem hagyott, akkor ezt tudja, hogy nem lesz. Exercise book. Exercise. Okay. A spirit box lehet még valod, de miért adja ilyen nehezen magát? Are you here? Az IMF mérő sem lehet ötös, mert ha azt... beixelem, akkor már semmi. Give us a sign. Akkor fagyos hőmérséklet, dots vagy spirit. Azért leteszem ezeket a kis... Na. Mi a szar volt ez? Semmit. Nem sikerült lefotózni. Hanyas? Itt vagy, Bence? Az basszus elment, igen. Szerintem lefotóztam, nem? Nem, ez burnt crucifix, ezt már támadott volna? Ezek szerint? Júj, akkor húzzunk ki. Azt írták a chatben, hogy a disznóhúst inkább eladnám, mert drága, igazad van.
Ne, elpásítja az ajtót, füss! Ne, hova? Ennyi volt. Pincébe, gyere ne. Vége van. Gyere, pincébe. Megyek, de jön. Elfáradtam. Jön, Bence. Jön. Kapcsol le! Az miért énekel? Van, lehet, hogy a gömböc szelleme. Hát már ezt a gömböcet. Most két gömböcet is látok, mind a két a szemgolyód. Elment? Próbálom kiteríteni. Nem, hallom. Ja, nem, jó. Az a lalá... Izével? Azaz, az dob neki. Nem voltam jó kis labdadobásban. Azt a triciklit vigyük el. Ennyi, ennyi, megúsztuk. Na. Azt nem lettünk előrébb. Iiii, a szenitink, hallod? Ne együnk, ígyunk valamit, vagy... Hát így... Finom... valamit. Zizzenjen be egy... Zizzentsünk be egy jó kis... Igen. Antidepresszánst. Ez para volt, igen. No. Ancsi fél attól fog... Ancsi moderátorom attól fél, hogy a kis gömböccel fog álmodni. De Ancsi, egy kis gömböc az álomban mindig jó. Mert? Hát nem. Pogatja a lábujjadat, vagy mi? A felé lett disznóhús. A parasztos izé. Ez így kell nevezni a mesét. Ez a, ez, ez a parasztos megnevezése a kis gömböcnek, a hardcore. A paraszt disznóhús, az élő. Na, mi van még? Nem tudjuk. Essünk túl rajta. Jó, figyelj, bemegyek túl, essünk túl. Az üzleten. Az üzleten. Várjál, én azt mondom neked, hogy én most bemegyek és elintézem ezt a gömböcet. Mi kell még nekünk, azt mondja. Spirit Box. Akkor majd én beszélek vele. Na, lehet, hogy csak nekem fog. Lehet, csak nekem. Na, majd most. Essünk túl az üzleten. Bekapcsolta a rádiót. Meg kell mérni a MFM. Are you here? Give us a sign, man. Woman, sorry. Where are you? Show yourself. Amúgy te hol láttál itt Ghost Orbot? Én nem látok. Pedig ott volt. Show yourself. Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Hát jó. Akkor megyek én is. Lessünk túl az üzleten. Where are you? Where are you? Give us a sign, 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 sign. Are you here? Here are you? Are you gömböc? Jaj, ne. This is your shoes? Szerintem elköltözött innen. Ja, lehet, akkor miért, már... akkor miért írt a könyvbe? Itt 17 fok van. Távolról hallottam a izét a... Are you here? In this room? Are you here? Lehet, hogy most lenne már megint új lenyomat? Szerintem nem, azt nagyon sok mindent megfogott, és nem... Are you here? Where are you? Meghaltam, igaz? Meghaltunk. Hihi, Bence. Csak én vagyok, nyugi. Vidim, meghalunk. Cigit már ott hagytam fent. Gyújtani, nem, azt el fogják hinni, hogy dohányzol, Bence. Tényleg nem dohányzik, egyikük sem dohányzik. Nem dohányzunk én se, a Bence se, csak nálunk ilyen belsős poén nekünk ez a cigi, ez a mémeljük a cigit, ilyen Russian, ez egy ruszki doomer muzik. Igen, ruszki doomer.
Na Bence, minden oké? Szerintem jó. Annyira köcsög ez a szellem, nem akar se beszélni, semmit nem csinál. Szóval, hogy elhagytam útközben a dolgaimat. Egy cipőt itt hagyott, beszarok. Jön megint, aha, gyerekszobában ráadásul. Akkor baj van. Bence, ezt direkt Bocs. Csináltam? Nyugi nem jön, azt se tudja hol vagyunk. Ott a kukucskálás. Miért kukucskálás, Bence? Kukucskálok, igen. Nézzétek már ezt az embert. Várom a gömböcöt, hogy jöjjön le a szaniterbe. Az a kukucskálás, de miért akarod? De miért akarod? Jön. Rá kell koncentrálni, Peti. Könyörgöm valaki a Twitch-en. Hall engem. Bárki, ezt a jönt, ezt klippelje ki, és küldje el, csak ezt a jönt, könyörgöm. Mert ez a jön, ez annyira zseniális volt a Bencétől most, hogy valami hihetetlen, ezt a jönt, kérlek, ezt a jönt. Köszönöm. Na gyere, menjünk. Na jó van, most már essünk túl az üzleten. Essünk túl. De annyira kis köcsög, nem csinál semmit. Tudom, hogy hol van. Na. Akkor követlek. Ebben a szobában. Akkor köszönök neki. Are you here? In this room? Where are you? Bekapcsolom. Are you here? Where are you? Na. Show yourself. Hát azért ezt nem nagyon. Jól elbasztam. Ez nem hánt volt. Hú! Ja de. Mi a fosom? Mit mondtál? Mi a fosom? Azt mondja, mi a fosom? Ilyet hogy lehet? Nem... Nagyon megkerkedett! Jön még? Jön! Én fogok meghalni. Azt mondja, mi a fosom? Szia, mi lett a hajaddal? Mi lett volna? Kék lett. Aki játszott a labdával és most kimegy a WC pincébe. Felmegy. Akkor meghaltam. Jön le. Vége ment. Vége? Vége. Itt játszott a... Hol van a labda? A feszületet félig megrágta. Há, hogyan? Are you here? Elfért a gyógyszerünk, nulla a sanity-ink. Menjünk, figyelj, tippeljünk egyet. Az ez már halálig megy. Tippeljünk egyet. Na jó, akkor... Tots projektor biztos, hogy ennyi idő alatt már átfutott volna. Szóval nem volt egyébként gömb. De tuti volt, bíz már bennem. Jó, akkor Totsot kihúzzuk. Freezinget kihúzzuk. Miért? Legyen a rém. Akkor ez a dansz dati lesz. Az, ha! Az lesz, hogy nem az lesz, kitéreke, rengeteg pénzünk van. Na ennyi. Legalább nem vesztünk többet, mehetünk haza. Igen. Ez a kis gömböc. Á, nagyon félek tőle, hallod? Most ez így teljesen, ez egész... Á. Íh! Nulla forint. Mi? Tájje volt. Mi? Nem baj, figyelj. Így szerintem is. A... Hát akkor ezt nem találtuk el. Ez most nem sikerült. Na jó van, nekem ennyi elég is volt. Jó volt, köszönöm ez szépen a gémet. Ez a kis volt. Nagyon szépen köszönöm neked, Bence, hogy itt voltál velem. Ma is kiégtünk egy kicsikét, nem nagyon, egy picit. Küldjétek el nekem a Bencének a klipjeit. Mert ki akarok kégni rajta. Nekem is az lesz az első, hogy végig visszanézem a klippeket, mert biztos jók lettek. Hát akkor szia, Bence. Hát szervusz, dumálunk még, hali. Hali.